Kedves nézőink, a következőben Geri Gyulával, az új Sportváros Nonprofit Kft. Ügyvezetőjével láthatnak egy stúdióbeszélgetést. Kedves nézőink, új vendégünk van a stúdióban. Szeretettel köszöntöm Geri Gyulát, szervusz! Jó estét kívánok, szervusz! Az apropója annak, hogy végre meghívhattunk ide a stúdióba, hogy létrejött egy Sportváros Nonprofit Kft. Ennek vagy te az ügyvezetője? Így van. Mi lesz a célja ennek a Kft.-nek, illetve milyen feladatai lesznek? Alapvetően a Kft. Azért jött létre, hogy azokat az intézményeket, vagy azt az intézményrendszert működtesse, amely a sporttal kapcsolatos, illetve hogy az Ajka városban működő sportegyesületek és sportágak egy picit mindig előre lépve fejlődjenek az előző évi eredményeikhez képest. Milyen sportterületek tartoznak ide, illetve szerintem először helyileg nevezzük meg, hol lesz az irodád, illetve hol a központja ennek a Kft.-nek? Maga a Kft. Kint található a Városi Sportcentrumban. Ezt akkor, ami ide tartozik, inkább így fogalmaznám, az az extrém pálya tartozik ide, a volt alu pálya, illetve a volt bányász pálya, tehát ez tartozik egy egységbe, így a Kft. Kezelésébe. Hát most folyik igazából véve ennek a intézményrendszernek az átvétele, hogy képbe legyünk, hogy pontosan mi is és hol található. Mi indokolta ennek a Kft.-nek a létrehozását? Tehát ezt a feladatot több helyen végezték eddig párhuzamosan, vagy akkor a feladatok jönnek a közeljövőben, hogy már bővíteni kellett személyileg, technikailag? Azt gondolom, hogy is a válasz erre a dologra, de ezt leginkább azt gondolom a döntéshozóktól kell, akik létrehozták ezt a Kft.-t, vagy kellene megkérdezni. Jó magam azt gondolom, hogy valóban, hogy legyen egy kézbe ennek az intézményrendszernek az irányítása, illetve, hogy legyen egy olyan non-profit Kft., amely Ajkaváros sportjának a előrelépését próbálja szolgálni, kidolgoz különböző koncepciókat, hogy adott sportágakban hogy lehet előrelépni. Itt természetesen az egyesületekkel közösen és a sportági vezetőkkel közösen. Kik a tulajdonosai? Ugye a Nonprofit Kft. A szervezeti forma. Egy tulajdonos van, vagy több tulajdonos van ebben a Kft.-ben? 100%-ig önkormányzati tulajdonban van a Kft. És mekkora a létszám, akivel együtt dolgoztok? Te vagy egyedül, vagy néhányan azért együttműködtetitek itt, együtt szervezitek, tervezitek a jövőt? Tehát vannak a specialisták? Igazából véve a Kft. Úgy jött létre, hogy a sportcentrum dolgozóinak a teljes létszámát átvette, akik ugye részben ugye az üzemeltetést végzik, de meg is említeném Jákli Péter sportszervezőt, illetve Mós Milán sportszervezőt, akiknek kiemelt feladata lesz majd azokban a kérdésekben, amiről az előbb beszéltem, hogy hogy tudunk előrelépni. A Kft. Kiegészül még egy ügyvezető, igazgatóval, személyemmel, illetve egy gazdasági ügyintézővel, aki a gazdasági ügyeket intézi majd. Mik a tervek? Tehát először hol látjuk majd a hatását annak, hogy létrejött ez a Kft. Rendezvényekben, akár új szakosztályok alakulásában, vagy régi szakosztályoknak az erősödésében, a lehetőségeiknek a javulásában? Hol érzi ezt Ajka lakossága leghamarabb és leglátványosabban talán? Erre talán a legnehezebb válaszolni, leglátványosabban, de amiben mi szeretnénk előre lépni, az négy terület volt, amiben ez a Nonprofit Kft. Előre lépni, és ez kifejezetten most már a sport területén. Nagyon szeretnénk erősíteni a mozgássérült sportot, a fogyatékkal élők sportját a városba. Itt egy kis lépés megtörtént, tegnap megtörtént az első asztali tenisz foglalkozás, mondjuk így a sportcentrum területén, illetve hát remélem, hogy elmondhatom azt is, hogy június-júliusban tervezünk egy nemzetközi ülőroplabda emléktornát majd. Ez még talán Ajkán nem volt, ha jól emlékszem. Én úgy tudom, hogy még nem volt, és mi nagy várakozással vagyunk iránt. A Galler Roland ötlete volt egyébként ez a torna, és hát elkezdtük a szervezését, és reméljük, hogy nagy sikere lesz ennek a nemzetközi tornának. Meg kell, hogy kérdezzem, mivel ugye sokakat megtéveszt, és időnként félreérthető, hogy alapjában véve az alupálya, ami ugye Sport és Szabadidőcentrumnak keresztelődött el az utóbbi időben, elsősorban az FC Ajka bázisát és a labdarúgást képviseli. Milyen szervezeti
kapcsolat van köztetek? Párhuzamosan működtök? Van-e átfedés akár a beruházások szervezésében, akár az ő sportjuknak a szervezésében és a ti működésetekben? Vagy minden, ami nem foci, az rátok tartozik a sportterén, ami meg beruházás, az meg már csak rátok. Tehát hol nincs itt átfedés és közös halmaz? Értem. Nézzük akkor ezt. Nekem ez egy kicsit homályos. Igen. Illetve hát minden, újak vagytok, még nem tudjuk, hogy akkor kinek a válláról vevődik le teher, és kiére terhelődik egy újabb. Hát ahogy gondolom, mindenkinek a vállára teher tevődik, de hogy ezt akkor egy kicsit úgy, minden, ami sport, ami ajkán sport, az picit tartozni fog a Sportváros Nonprofit Kft. Tehát akár a tömegsportokra gondolunk, így van, akár így van. A kisebb egyesületekre. Így van, az előbbi témát kicsit, ha tovább folytatunk, ugye itt majd az iskola diáksportra, a tömegsportra, a versenysportra. Ezeknek eddig nem nagyon volt gazdája azért, az én szememben legalábbis. Talán ezért is jött létre ez a Kft. Nem tudom. Tehát minden, ami sport, az a Kft.-hez fog tartozni. Ezen belül viszont az egyesületek, illetve például a Kft.-ként működő sportegyesületek, az nem is tudom, hogy labdarúgó szakosztály, vagy bármi, azok önálló egységek, önálló gazdálkodási egységek, önálló programjuk van. Ennek a Kft.-nek koordinációs szerepe lesz ebben a dologban, illetve minden olyan egyesület, ahol az önkormányzat támogatást nyújt, és az egyesület elszámol ezzel az elszámolással, azt fogja vizsgálni, ahogy eddig is vizsgálta a Sport és Kulturális Bizottság és az önkormányzat, hogy megfelelő mennyiségű támogatást kapott-e ahhoz az egyesület, hogy ők előrébb tudjanak lépni. Itt nagyon fontos cél az, hogy adott sportágokban hogy tudunk előrelépni. Én ezt nagyon fontosnak is gondolom. Ha valahova beteszünk egy X összeget önkormányzatként, bármiként, és mindig hosszú éveken keresztül ugyanazt az X összeget tesszük be, akkor ezt meg kell vizsgálni, vagy érdemes megvizsgálni, inkább így mondom, hogy érdemes megvizsgálni, hogy ha egy picivel többet betenünk, akkor egy magasabb szinten tudnánk ezt a sportágat űzni ajkán, vagy éppen tényleg olyan nagyságrendileg kellene megnövelni a támogatást, hogy úgymond így a gazdaság nem éri meg, vagy nincs olyan tömegbázisa, bár én a sport területén ilyet nem is szeretek mondani, hogy nem éri meg, én azt gondolom, hogy minden megéri ebbe a dologba. Tehát még egyszer, tehát önállóan az egyesületek azok, akik gazdálkodnak, döntenek, versenynaptárakat állítanak össze, minden ugyanúgy folyik az ő életükben, mint ami eddig volt. Egy pici változás van, hogy egy koordinációs szerepet próbálunk összehozni, mint ahogy említettem, ez a fogyatékkal élő sportját. De ajkán szeretnénk megvalósítani azt is, hogy egy picit az előző kérdésre visszareagáljak, hogy Németh Csilla óvodavezetővel, óvodákat irányító vezetővel felvettem a kapcsolatot, és nagyon nagy örömmel vettem, hogy pozitívan állt ez a dologhoz, hogy szeretnénk a középső és a nagycsoportosoknak egy kis sportvetélkedőt, vagy sportversenyt rendezni a sportcsarnokban, amelyet egyébként már óvodáskorban is szeretnénk, hogyha majd ezen részt vennének a különböző szakosztályok, sportágok szakemberei. Mindenfigyelőként? Így van, és már megnéznék azt is, látnák azt, hogy kik azok az óvodások, akik esetleg későbbiekben az adott sportágaknál szóba jöhetnek. Egyébként úgy gondolom, hogy mindenki, csak meg kell találni a megfelelő helyet ennek. Egy picit olyanra gondolok, hogy van-e, és szeretnénk újra, talán egy pár éve folyamatosan volt úgynevezett sportágválasztó, vagy ilyen... Ezen sport... a néven gondolkodtam pontosan. Rendezvény, hogy legyenek ilyenek, és egy picit a gyerekek, ha azt látjuk, vagy nem tudom, hogy látjuk-e egyébként, de hogyha látnánk, hogy valakinek mondjuk nagypapája, nagymamája, szülei 2 méter magasak, akkor várhatóan ugye talán ez a fiatal ember is, vagy kislány is magas lesz, és akkor esetleg orientáljuk olyan sportágak felé, ahol ezt ki tudja használni. De nagyon számítok én ebben, megmondom őszintén, nem csak az egyesületekben dolgozó edzőkollégákra, hanem nagyon-nagyon számítok a testnevelő pedagógusokra, hisz a legtöbbet azért ők vannak a gyermekekkel. Így van, az ő felelősségük is. Én azt gondolom, hogy ezen kívül talán a miénk is szülőként. A legfontosabb kérdés itt az eleje óta motoszkál bennem, érzek benned megszállottságot elég régóta. Ugye nem véletlen azért a Kristályon keresztül, illetve hát a
sok éven keresztül megvolt a sportmúltad. Mi volt az, amikor eldöntötted azt, hogy igenis te megpályázod ezt a helyet, és vannak olyan terveid, amiben hiszel, hogy valóra tudod váltani? Mi volt az a fordulópont, amikor azt mondtad, hát gondolkodol az eddigi életet relatíve feladva, nyilván valamilyen szinten, azt mondtad, hogy akkor egy új kihívásnak vágsz neki? Igazából hiszek abban, én talán ezt fogalmaznám meg, hogy én nagyon hiszek abban, hogy itt tudunk valami nagyszerűt alkotni, hogy ez a város, ez a háttér, ami adott itt, gondolok az ipari környezetre, gondolok az önkormányzatnak a sporthoz való hozzáállására, támogatására, ez egy olyan elegyet tud képezni, amivel nagyon komoly eredményeket tudunk elérni különböző sportágokban. Én nem szeretnék ebbe természetesen, hogy melyik sportág mit ért el eddig, vagy mit hozott, milyen érmeket. Nagyon-nagyon sok diákolimpiai érmesünk van, magyar bajnokságban elért érmesünk, aranyérmesünk van. És én azt gondolnám, hogy egy lépéssel hogyan lehet előre lépni nekem ehhez, van talán elképzelésem. De ami nagyon lényeges, és ami nagyon döntő volt, az maga az intézményrendszernek a csodálatossága. Tervez a város ugye a jégkorong csapat indítását, egy jégcsarnok építését, egy kézilabda munkacsarnok, illetve most már csarnok építését. Ha ezek megvalósulnak, már most is, de ezek megvalósulnak az uszodán keresztül és a sportpályákon keresztül, a Dunántúlon nem tud egyetlen olyan város sem ilyen sportkomplexummal büszkélkedni, mint amivel Ajka büszkélkedhet, már most is egyébként, de ezekkel a fejlesztésekkel meg még inkább. És én azt gondolom, hogyha az a lehetőség megvan egy adott városnak, vagy egy adott személynek, hogy talán a Dunántúl legnagyobb sportkomplexumát működtetheti egy ilyen Kft-n keresztül, akkor az mindenképpen egy olyan kihívás, amiért érdemes pályázni, és érdemes ezt a dolgot előtérbe helyezni. Én irigyellek az optimizmusodért. Egy dolog viszont tény, hogy az utóbbi időben tényleg szinte exponenciálisan megugrott az új szakosztályok, új sportok megjelenése a városban, és kicsit a pessimistáknak azt kellett mondanunk, hogy ez a város nem olyan, mint amilyennek megpróbáljuk beállítani, illetve sok szakosztályvezető időnként azt mondja, hogy a legjobbjai sajnos el kell, hogy menjenek. Nem maguktól, nincs lehetőség, nincs tovább lépési esélyük a városban. Sokkal jobban esne mindenkinek, hogyha létrejön ez a és jönnének vissza. Beszéltél-e itt, mielőtt elvállaltad, vagy mielőtt megpályáztad? Gondolom azért hosszú évek, vagy hónapok akár elteltek az ötleteléssel, és figyeled a folyamatot, hogy belemersz vágni, mert azért ez nem egy kis feladat. Nem tudom, hogy a feladat kicsi, vagy az én szemszögemből ez azért így tűnik. Azt kell mondanom is, hogy jelen pillanatban több problémásabb terület is van nyilván. Az egyik legnagyobb probléma, hogy Ajkán, amikor valaki eléri a 18 éves kort, akkor a sportolók vagy a fiatalok elmennek máshova tanulni, vagy máshol keresik a boldogulásokat. Tehát nagyon nehéz úgymond felnőtt sportolókat itt tartani. Az egyik legnagyobb kihívás talán majd ez lesz, hogy ezt a rendszert például meg tudjuk-e oldani. De jelen pillanatban, mivel ez is egy nagy kérdés, de hogyha ezt alulról, óvodáskortól kezdve egy nem tudok jobb szólni, normális rendszerrel felépítjük, akkor valószínűleg ez már addigra kialakul, és ez nem lesz probléma. Igen, és én hiszek abba, hogy nemzetközi szintű sportolókat tudunk nevelni, az itt lévő edzőkollégáknak, testnevelő pedagógusoknak a képzettsége, az elhivatottsága erre megvan, és igenis hiszem azt, hogy 5, 8, 10, 12 év múlva mi ugyanolyan büszke ajkaiak leszünk majd, hogy ahogy Kis Gergőre is nagyon büszkén tekintettünk az olimpián, és én remélem, hogy nagyon sok Kis Gergő van még ebbe a városban, és fog nagyon sok sportsikert elérni nemzetközi szinten is. Legyen így. Utolsó kérdésem az volna,
Mi a konkrét megállapodásod az önkormányzat sportbizottságával? Mikor lesz az első fordulópont, amikor te elígérsz egy teljesítményt, és ők elvárják az első beszámolódat? Gondolom nem kell erre egy évet várni, hanem negyed év, fél év, és vannak-e konkrét célok, amiket addigra el kell érni? Vagy egyszerűen csak lassú, de növekedő folyamatot kell, hogy prezentáljatok? A legelső lépés az, amit én feladatként kaptam, hogy ez az intézmény rendszer, ez kapjon egy karaktert, legyen egy arculata. Elkezdtük a tárgyalásokat. Jelen pillanatban, mivel ugye több helyrajzi számon áll ez az épület, csak mondok, a rezsit 8-féle helyre fizetjük, tehát nagyon, nagyon összetett dolog ennek az egy, így van, és akkor, hogy még számomra is van olyan néhány ismeretlen cég, akitől nem is tudtam, hogy kerül bele, de most már úgy azért nagyjából mondjuk a három villanykapcsolót már megtalálok ugye ebbe a dologba. Tehát ez az első rész. Aztán a következő ilyen pont, ami nekem fontos, az az, hogy folyamatosan mérjük január 1-e óta a különböző kihasználtságot. Amikor például egy beruházásról fogunk beszélni, vagy bármely fejlesztésről, akkor tudjuk számokkal alátámasztani, hogy erre miért van szükség. Ha most én például azt mondom, hogy a sportcsarunknak a kihasználtsága jelen pillanatban 14 óra és 21 óra között 100%-os, tehát nem találunk egy szabad percet jelen pillanatban, hogy oda bárki be tudjon menni, ez azt jelenti, hogy hétvégén se. Ez egyébként hosszú évek óta a probléma. Így van. Akkor ezekkel az adatokkal lehet talán majd meggyőzni és alátámasztani azt, hogy miért van szükség arra, hogy fejlesszünk ezeken a területeken. Tehát ezek a gazdasági számítások elindultak, próbálunk hatékonyan működni és ilyen számításokat végezni. Ez a másik olyan feladat, amit az első negyed évben szeretnék elindítani. És a következő nagy feladat, és talán a legnagyobb, hogy minden egyesülettel, mely a városban működik, a kapcsolatot fel kell venni, ki kell alakítani, és az együttműködést, ezt a laza vagy koordinációs együttműködést, ezt át kell beszélni. Ez az első pont, és azt gondolom, hogy erre március 31-ig van lehetőség, illetve hát van egy határidő. Tévedtem, mégis kell, hogy legyen egy utolsó utáni kérdésem. A gépész és a közgazdász végzettséged mellett ez inkább sportmenedzseri feladat lesz, vagy inkább ilyen közgazdász logisztikus és sportmenedzserési kérdés, vagy ilyen teljesen lehetetlen módon tegyen nagyon, fel? Nagyon nehéz. Összetett a feladat, azt gondolom, mindenképpen. Van be minden. Tehát, hogy biztos, hogy a műszaki vénát is kell ebbe alkalmazni sok esetben, a közgazdász vénát is azt gondolom, hogy kell talán azt egy picit most jobban, és valamiféle sportmenedzselést is kell végezni majd ebbe, talán ennek egy ilyen egészséges elegyét kell alkalmaznom. Gyula, köszönöm. Sok erőt, energiát és kitartást kívánok mindenképpen a feladathoz. Kíváncsian várjuk az új eredményeket, és remélem minél hamarabb újra tudunk beszélgetni. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm.